Megszerettük egymást. Nem tudom, lehet ilyen érzelmes kifejezéseket használni, de lófaszentünk egymásról. Tehát de ez teljesen igaz, igen. Nem akartam így mondani. Már a jó értelemben. Egyébként eszembe jutott, azt beszéltünk el, hogy miről beszélnénk tényleg. Azt mondanak, hogy ti ketten dumáltok lazán, ami pont megkérdezni. Uff, tehát az kicsit az más lenne. Elkezdődik így több konkrétan a dolgok. De legyen. Fizetésed egyébként, hogy megint tudod ügyenek a rosszunk. Mit csinálsz? Elnézést, bocsánat, voltam Zuboly pont. Akartam csak mondani, hogy szerettem. Még a főiskolán mondjuk. Én is. Úgyhogy szerintem erre nyomjunk Zubrovkát. Akkor igazából. Hogy sietünk ilyen mélyre, hogy erről beszélünk? Milyen mélyre? Hoppá! Jó estét! Hoppá, ez jó volt! Jó estét! Úristen, emberek, jaj, kamera! Jó estét! Szeretettel köszöntök mindenkit! Parancsolj, Robi, ülj le! Köszönöm volt szépen! Jó. Tök jó! Megfelel! Nos, igen, ez a csak neked mondom. Most kicsit úgy kezdem, hogy házigazda vagyok, ez igaz. Először is megpróbálok arra figyelni, hogy lassan beszéljek. Amire már képes vagyok. Ez neked is egy ilyen akut probléma? Nekem eléggé, igen. Tehát nagyon sokszor hadarok. De már figyelek rá, hogyha előadás van a színpadon, akkor lassan beszéljek. Most is megpróbálom ezt alkalmazni. Szóval, tényleg. Szóval... Előadás van, akkor csöndbe kell lenni, akkor többiek helyen játszanak. Szóval azért hívtam a Robit, mert mi igazából ismerjük is egymást, meg nem is ismerjük egymást. Mert szerintem, ha jól emlékszem, nem tudom most, hogy 2004-e az időpont, vagy én úgy emlékszem, hogy kb. 17 éve találkoztunk, de lehet, hogy te később jöttél a színész válogatottban, mert ott találkoztunk először, ha jól emlékszem, akkor. Én valamikor régebben. Ja, régebben? Igen, ne hárulj, de itt az a kérdés, hogy te mikor jöttél a színész válogatottban. Én 2004-ben. Ja, te már korábban volt. Átakulj már, de akkor te szenior futballista volt. Mondjuk gondolom, 50%-a a csapat. Igen. De akkor ott találkoztunk? Igen, én úgy emlékszem, hogy talán ott akkor, igen. És hát rengeteg eseményre elmentünk, együtt meg fociztunk, meg hát nagyon jó lett a kapcsolatunk, megszerettük egymást, viszont nem ismerem igazán őt. És azért gondoltam, hogy akkor ez most a legérdekesebb dolog, hogy akkor most elhívlak téged, vagy számomra érdekes, és akkor megkérdezek jó pár dolgot. Most én beszéltem, most a Robi fog egy órát, akkor itt most beszélni. Én úgy emlékszem, hogy szerintem 2004-ben találkoztunk először, amikor a színész válogatottban megjelentél. Én azt hiszem, én amennyire föl tudom idézni, akkoriban én már jártam oda. Igen. Válogatottban, és valahogy olyan érdekesen alakult az egész dolog, hogy tulajdonképpen... Megszerettük egymást. Most, nem tudom, lehet ilyen érzelmes kifejezéseket használni, de lófaszentünk egymásról. Tehát így, de ez teljesen igaz, igen. Nem akartam így mondani. Már a jó értelemben. Igen, jó értelemben, tehát igen. És, de ez nyilván egy túlzás, de mégis van valamilyen rokonszenv. Igen. Igen. És illetve volt még egy korábbi, hogyha ezt a retrospektív jellegét az elején zárhatjuk ennek dolognak, vagy hát mondjuk ne zárjunk le semmit. Hogy egy a Dömötör Andrisnak egy... Ja, igen. Csak azt hiszem, az utána volt, de nem akkor az előtte volt? 2004 előtt? Nagyobb a baj, mint gondoltam, várjál. Egyébként, lehet, hogy velem van. Ez lehet, hogy ennek a Covid is az oka, mert én voltam, mert már egy téma. Igen, és szerintem... Voltál átestéről? Átestem rajta, igen. Két hétig tartott, de tényleg utána észrevettem, fizikailag is nehezebb volt, pár hónappal később elkezdtem futni. Nehezebben ment, egy kilométer után kidőltem, de az volt a fura, hogy nem jutottak eszembe szavak. Mondtam valamit, arra a szoknya, nem a na, és akkor kimondtam egy percet, hogy a nadrág, arra gondoltam, de nagyon sok mindenre nem emlékeztem utána. Ezt például nem tudom, van-e önök között, aki átesett rajta és hasonló problémákkal küzd? Nem tudom, volt-e ilyen, de nekem volt. Boldogan, mert... Hál' Istennek, kisebbség. Csak szóval emiatt is. Még töltetek valami italt? Csak gondoltam, hogy... Megmondom őszintén, egy Zubrovkát már benyomtunk. Igen. Az, hogy... Egyetlen nagyon finom volt. Úgy, hogy van. De ez női sztereotípia, színészek is. Nem mindig, nem. Csak ma este van, hát akkor nincs előadás, úgymond végül is ez nem előadás. Úgyhogy... Mondjuk egy színész... Jó, hát nem, tényleg nem minden színész hiszik. De azért én színészkörökben hallottam azt, hogy szilveszterkor az amatőrök isznak. Tehát azért az... Azért valahogy ebben a körben fogant.
Azt hittem azt mondta, hogy a színész közben hallottam, hogy te iszol. Igen. Hogy egyébként elég elterjedt, nem. Jó neked akkor a vörös? Jó. Hát a Zubravkával jó. Igen, az végülis az így passzol. Egy kis Zubravka? Én nem tudom, én Zubravkának apa. Szoktam, de... Na, ennek azonnal nézzünk utána. Ja, ezért... Ha. Elsősorban kult... Ja, ezt lehet, hogy nem is szabadott volna mondani, mert... Hozta is. Az első ötlet a kezedhez. Akkor majd. Jó, ezt most nem mutatom, de ezt higgyék el, tulajdonképpen az van, hogy... Hát, Béla, ez vodka. Nincs mese. Neked ez van valami, akkor... éppen valami különös viszonyod? Nincsen. Csak megkóstoltam egyszer is. Hogy kerül ide? De elhoztam otthon, már ki volt bontva otthon, ittam belőle, mert még valahol láttam, még egy pár hónapja. Szóval otthon volt már 2 hónapja, és alig ittam belőle, 1 decit talán. És akkor gondoltam, hogy elhozom. Kocintunk? Aha. Hát akkor egészségedre. 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 Bocs, ez most ilyen. Meg kell a szagolni előtt egy picit. Igen, majd én nem vagyok annyira boros. Én például sarazom. Szinte mindig. Csak most gondoltam, hogy ne legyen rossz, hogy kérdeztem a Robit, hogy mit inna, mondta, hogy inkább bort. Igen, bort. Én sem vagyok nagyon... Ennyi. Ennyi a kezed. Mindenképpen. Két és fél perc alatt megcsináltam magam. Te is láttad a YouTube-on azokat alkoholista csávókat? Igen. Hát, én ez elég unalmas, hogy 5 percet elkezdtem röhögni. Rendesen. Ezeket fizetésért fölengedik, hangosan szöveget mondani. Na jó, mindegy. Jó. Szóval egyébként nem vagyok én sem ivós. Persze, nem mondtad, hogy nem vagy ivós. Nem, én nem vagyok én sem. Nem. Sörözni szoktam. Odafigyelek rá valamikor, amikor azt érzem, hogy eltelt 1-2 hét például, és akkor ittam minden nap egy keveset, egy sört, akkor utána úgy gondolom, hogy de tényleg, annyiszor mondom, hogy már rossznak tűnik, mint hogy tényleg indik. Nem, utána akkor eldöntöm, hogy na jó, akkor ez most tényleg sok volt, és akkor 2-3 hétig nem iszom. De most mondjuk, mert ez jó, tényleg igaz. Mindenkinek van a nehéz időszakok az életében. Nem, ez tényleg ilyen. Abszolút. Úgyhogy... Én meg azért beszélhetek az alkoholizálási szokásaimról, vagy történeteimről. Abszolút. Hát, hogy én teljesen hogy abszinens, így kell mondani, szóval nem ivó családból származom, következésképp semmilyen alkoholizálási kultúrát nem tanultam, vagy örököltem. A szüleimnek egy 15 éves csoki likőr volt a bárszekrényében, tehát ez nagyjából lézéve. És az első ilyen tisztességes berugás, az tulajdonképpen az egyik, valahogy ezt el kell kezdeni. Tehát az Arany János Színház, ahol én ilyen stúdiós voltam egyébként. Erről akartam egyébként már kérdezni is valamit. Ja. Belekérdeztetek? Nem baj? Mert rávertem a mikrofonra egyet. Nem akartam belevágni, arra, hogy folytasd, csak pont volt egy ilyen kérdésem, hogy amikor megkaptunk egy kis e-mailt, amiben benne volt egy-két gondolata a másik emberről, amit egyébként tudtam nagyjából, de volt egy-kettő érdekes még, amit nem hallottam. És ezt az Arany János Színházat hallottam, hogy akkor felvételt hirdettek, és te előtte DJ-eskedtél, meg zenélgettél ilyen bulikon, és azt hitted, hogy valami hangmérnököt keresnek. Hát volt ilyen, igen, de lássuk benne, ebben azért van egy kis csúsztatás, meg igazság is van. Valóban, tehát én gimis koromban mérhetetlenül majmoltam a Bétót Lászlót, hogyha mond ez a név neked valamit. Na, akkor Szóval magyarán bulikat csináltunk, és én ott dumáltam, meg zenéket nyomtunk, szóval így lehetne azt mondani, hogy DJ-skedtem. De hát mi akkor gimnázium mellett, aztán meg később ilyen komolyabb helyeken, de szintén abszolút tulajdonképpen amatőrként, műkedvelőként, akkor éppen tanítóképző főiskola mellett. Tehát mindig valami mellett ilyen mellék dolog volt. Ja, nem jó, nem stimmel, mert ha már tanítóképző főiskola, akkor már nem. Minden, hagyjuk ezt a francba. A tanítóképző főiskola mellett. Az alkohol, ugye? Jó, az évek. Hogy... És akkor egyszer tényleg olvastam egy hirdetést, az Arany János Színház stúdióst keres. És az, arra becsülő szavamat adom, az első blikkem az volt, hogy valami hangmérnök jellegű tevékenység, már pedig ezek a kütyük, ezek engem érdekeltek, meg minden. De körülbelül eddig tart ez a fajta igazság ennek a történetnek, mert azért hamar fölfogtam, hogy stúdiós, tehát színi növendéket, felvételt hirdettek, és akkor elmentem, és akkor felvételiztem, és akkor a Keleti Pista bácsi, nem tudom, valamit mondtam, verset, vagy nem tudom mit, majd megkérdezte, akkor is éppen szakállas voltam, csak még 19 éves, hogy ez a szakáll, ez egy hóbort, vagy pedig ez mindig van, mondtam neki, hogy hóbort, akkor jó, akkor föl van véve. Tök jó, ez jó felvétel. Ennyi.
Hát nem hibázott az öreg. Hát igen, tudta, hogy mi. Nem. De mit akart ezzel kapcsolatban mondani, mert elkezdted, hogy az alkohollal? Az alkohollal. Ja, igen. És akkor már, amikor az Arany János Színházban voltam, akkor... Ez nem az volt. Az Arany János Színházban voltam, akkor ott volt egy nagyszerű ember, egy csodálatos ember, Hankó Attilának hívták. Ő már nincs köztünk, jó ideje sajnos. Neki köszönhetem életem első tisztességes benyesését. Valószínűleg, hát ők azért úgy eljárogattak Kiskacsa nevű kocsmába ott a környéken. Ez a Paulai Ede utca környéke, nem tudom melyik utca. Kazinci utca, azt hiszem. És meg elmentünk oda flipperezni Attila barátommal, és akkor Attila nem nézte jó szemmel, amikor kólát kértem a pultnál, és megkérdezte, mit iszom, és mondta neki egy kólát, és akkor mondta, akkor megkérdezte, mit iszol. És akkor mondtam egy kólát, és akkor mondta, de mit iszol? És így, és akkor így, és akkor kikért nekem egy olyan verziót, hogy ilyen vizes pohárba kérte 2 deci konyak, 1 deci vörösbor. Azt mondta, hogy 20 óra. És neki volt olyan hatalmaim felettem ezek szerint, hogy az 20 óra. Hát fia, azt sem tudtam, erre van előre, tehát így. Tehát magyarán ő, és akkor ebből volt még 3. A világomat nem tudtam, körbehánytam az egész környéket. Tehát tulajdonképpen egy évtizedeken keresztül tartó, ilyen értelme szülői felkészítés helyett az Attila úgy döntött, hogy én ezen a szűzkerességen át fogok esni. De igazából, tehát azóta megtanultam például szeretni is a bort. Tehát jó. Persze, egyébként megfelelően. Nekem most erről eszembe jutott valami, hogy amikor én 21 voltam, csak az alkoholval kapcsolatban, akkor már színművészeti voltam, és az éjjeli menedékeit kezdtük el próbálni, de még nem, még azt mondta Gábor, még, ha jól emlékszem, még május végén, másodikosak voltunk, és harmadikban kezdtük el, azt hiszem, hogy akkor olvassuk el, és mindenki válaszol magának egy szerepet, ami szimpatikus számára. És nekem augusztus végén van a születésnapom, 29, és akkor elmentünk aznap, nem azért mondtam, igen, most lesz majd, pár nap múlva. Milyen ügyesen felvezettem, nem? Mondasz akkor... egy számlaszámot. Igen. De hoztál gondolom valamit, mert odaadod. Na mindegy. És az volt, hogy akkor a barátaim elvintek, 21 voltam, elvittek gokártoztunk, akkor ott megittem egy üveg bort, utána még 2-3 sört, egy üveg pezsgőt, és még Pilisörösváron, mert ott tettem fel Pilisörösváron, ott beültünk egy pizzériába, és ott megittam 11 tekilát, arra emlékszem. És a 11-et, most beszélünk az alkoholról, hogy a színésznek nem erre elkezdem ezt egyből mondani, 11-et már nem tudtam meginni, ott helyben kihánytam, és felálltam az asztalra, és el akartam mondani a kedvenc versemet, Radnó Tibor az 5. eklogát, és akkor elkezdtem mondani, hogy Bálint György emlékére, persze teljesen részegen, drága barátom, mondták, hogy Béla, ne ülj már le, de nem, én ezt elmondom az asztal tetején, és akkor mondtam, hogy drága barátom, hogy diderektem a vers idegétől, hogy rettegtem a szót, ma is elmenekültem előle, és nem jutott eszembe. De mit mondok utána, és elkezdtem sírni. Nem tudom, de gyere le, Béla. Nem tudom már, nem tudom, mit mondok utána, zokogtam. Utána borzasztó volt az éjszaka, persze én is hentem, kész voltam, de aztán utána elolvastam a darabot, de egész nyáron akkor nem foglalkoztam vele, művet, és akkor láttam, hogy van a színész benne, van egy szerep a színész, aki elfelejti, ha jól emlékszem, az egyik monológot, és utána megfalakasztja magát. És akkor ezt mondtad, hogy de jó, ez biztos azért volt az életemben, akkor így leírtam magam, ezt kell választanom, és akkor mégis ezt választottam, és akkor megkaptam. Neked nincs olyan feelinget, hogy ez úgy, mintha így elég sokszor történne, így velünk valami ilyesmi? Majd ez a ma este, most itt. Hát így, ez így szefett nehéz lesz, figyelj. Nem. Ugye, vagy mire nem, ez amit mondtál, hogy előző este ez volt, és ezért... Nem, olyasmik, hogy legalábbis nekem van egy ilyen érzésem, hogy bizonyos szerepek, nyilván lehet, hogy ez simán összefügg azzal, hogy olyan pályát választunk, ahol emberi sorsokat ismerünk meg, és igyekszünk a lehető legjobban átadni, vagyis a legmélyre ásni, és a lehető leghangosabban beszélni. És, de nem, ezen kívül, tehát lehet, hogy ez simán egyszerűen csak ilyen pályaspecifikus cucc, de nekem folyamatosan olyan érzésem van, hogy mintha bizonyos feladatok, vagy bizonyos szerepek, bizonyos feladatok, mint ha valaki így küldené. Tehát, és néha hogy ettől úgy be is parázok, megmondom őszintén. Tehát néha, de nyilván önismeretet is tanít, ilyen fogalmazhatok így is a beparázni helyett. Hát nem tudom, az is érdekes, hogy ez teljesen zöld, amit mondok. Szóval, nem. Értem. Lehet, hogy tök zöld,
Végülis ketten beszélgetünk, tehát én értem. Ja, igen, tényleg. Bocsánat. De érthető. Nem, tök igaz, hát, hogy bevonz az ember. Tehát, mintha lenne valaki, vagy valamilyen erő, aki így figyelné az én kis csúszaros életemet, és így odafordítana bizonyos feladatokat. Na, hello, tesó, ne bambuljál, hanem most ezzel foglalkozzál. Ugye, hogy ezzel van dolgod? Abszolút. Szóval ilyen, valami ilyesmi értelemben. És akkor ugye, mert rohadtul izgul, hogy én legalábbis rohadtul izgulok ezeken, vagy kíváncsi vagyok rá, hogy kellő mértékben oda tudok-e fordulni. Aha. Megértem-e azt a, ha ez üzenet, akkor azt az üzenetet. Szerintem mindenképpen tudhatom, hogy megérti rá. Szerintem ez tök igaz, amit mondasz. Nekem például pont ehhez kapcsolódik, most hirtelen is témát váltok, majd most pont a szüleimmel kapcsolatos, hogy én amikor apukámat elveszítettem, 8 éve, akkor csináltuk az anamnézist a színházban, és az arról szólt a darab, hogy végig a halott anyámat keresem. És bementem is folyamatosan, és akkor én pont aznap tudtam meg egyébként, amikor az előadás volt, hogy neki agydaganata volt, hogy az van, akkor még utána másfél hónapig velünk volt, és így együtt volt otthon a család, de először morbidnak tűnt az egész, amikor a patológián lent a Cukor Balázs így viccből mondja nekem, hogy sajnáltatok közön, de az ön édesapja meghalt. Így mondja, akkor minden nézők nevettek, mert abban a szituációban az nagyon vicces volt. És akkor én mondtam, hogy nem, mert az anyám halt meg. Tényleg, olyan nagy nevetés, tehát ilyen őrület volt az egész. És akkor azt éreztem, hogy milyen morbid ez, hogy folyamatosan akkor ezen dolgozik a lelkem, de ahogy eltelt egy-két év utána, és aztán talán nem játszottuk olyan sokáig, de én is azt éreztem, mintha jó Isten azt mondta volna, hogy tessék, akkor ezt most így, ebből sok mindent ki tudok adni magamból, és akkor sok minden feszültség, fájdalom, meg sírás is olykor, tehát ezek ki tudnak jönni az emberből. Úgyhogy ezt tök értem, ezt az érzést, ez abszolút van az emberben. Nekem biztos, hogy az is benne van, milyen pályát választottunk, vagy milyen pályára sodrottunk az élet folyamán, mert hát valószínűleg sok más pályán nem ilyen módon, vagy ilyen módon valószínűleg nem kényszerül szembenézésre az ember, másképpen kell megtenni, lehet, hogy jobban is tudja megtenni, mondjuk, aki nem ezzel foglalkozik, az lehet, de itt aztán mert most te vagy 40 éves, 41, ugye, körül kettő cirkó. Leszek most. Én is 52 leszek, úgyhogy igen, majdnem pont 10 év van. Igen, közöttünk. 10 év, pont. Óriási. Hogy... Hát nem véletlenül. Ez, apám, hát ez. Igen, 10 év. De te neked mikor van? Október 4. 4, amikor a nénikémnek, igen, tudom, drága terület. De azzal ne foglalkozzál. Október 4. De most azt mondtad, csak egy mondat még erre, bocsánat, hogy aztán ezt a témát lehet, vagy ahogy érzed, de hogy ez tök jó, hogy akkor nekünk ez szembe tud jönni ez a probléma, de olyan érdekes, hogy viszont sok, most nem azt akartam mondani, sok kollégám, de én is, nekem is volt olyan időszakom, amikor viszont emiatt meg pont nem foglalkoztam azzal, mert azt gondoltam, hogy szembe jön, akkor ezt el tudom temetni ebben, és nem kell foglalkoznom ezekkel a dolgokkal, bemegyek a színházba, ezt megoldom, és külön mellette meg nem foglalkozom vele. Egy barátom megkérdezte egyszer, közgazdász barátom, hogy amúgy ő pszichológus, akkor biztos akkor jár hozzátok, mert nekik is ott szokott lenni. És mondtam, nem. Nem. És megdöbbent, nektek nincsen, nálatok nincsen pszichológus. Hát annyira fontos lenne, hogy ennyire foglalkoztok mindig az érzelmekkel, kaparjátok a sebet, hogy jöjjön fel, hogy mindig jobb legyen aznap este, jobb esetben, és nincsen nálatok pszichológus. És gondolkodtam ezzel, hogy hát igen, mondjuk én járok amúgy, tehát hogy volt időszak, meg most is járok, de ez például tök érdekes, igen. Pedig aztán nekünk kellene, szerintem, duplán. Hát ja, de elméletileg mindenkinek legalábbisebben ki tudja izzadni magából, de pont ez a jó benne van, hogy hát összességében tulajdonképpen egy ilyen fizetett terápiára járunk. Hát igen, az is tud lenni. Igen, na hát most így, hogy tulajdonképpen így besztondult az este. Igen. De ezt akartam kérdezni, most, hogyha eszemültet most a családról beszéltél. Na, hogy például öröntök semmit. Neked van testvéred? Van egy öcsém, Péter. És mit csinál? 2,5 éve. Egy nagyszerű ember egyébként is, és egy nagyszerű műszaki szakember. Egy olyan céget vezet, egy elég nagy céget, ahol speciális polcrendszereket árulnak, telepítenek, de ilyen nagy komoly raktárokban. És hát rengeteg ember munkáját irányítja, mérhetetlenül büszke vagyok rá. Van 3 csodálatos gyereke. Úgyhogy van testvérem, hál' Istennek. És ő szokott, meg szokott téged nézni? Ő meg. Ő meg, ja, és remek jókat mond, mindig nagyon jókat tudok vele beszélgetni. És annyira érzékeny és finom dolgokat vesz észre,
vagy olyanokat is, amiket mondjuk valahol a lelkem mélyén mondjuk remélek, hogy hát, de igazából nem számolok vele, hogy az mondjuk van, csak igazából a magam szórakoztatására, vagy a teljességkedvér. És ő meg úgy kiszúrja apró hülyeségeket, ilyen mozdulatokat, vagy nem tudom. Úgyhogy hát akkor most ezt akkor ki is nevezem, hogy ő a legjobb közönség. Hát ez a legkevesebb, ami jár neki. Nem szoktam mondani, hogy meg mivel ismert téged, hogy olyan hasonlónak lát? Mert ugye... Pontosan miről beszélsz? Hát ugye színpadon, tudod, mennyire alakul át az ember, mennyire vagy más, hogy utána elmondja neked bárhol a premieren, vagy utána előadás után, hogy érdekes. Tök jó, mert nekem van ilyen családtak, hogy akkor igen, de hát olyan vagy a barátom, egy-két barátom mondta nekem, hogy de. Tehát téged Bucu, mert így is hívnak engem, vörösvári barátom, Bucu, vagy Curu, annak a nővérem. Ezt majd mondod, hogy igen. És jó. Akkor így mondják, hogy nekem hát tök jó, igen, jó volt, de nekem olyan te vagy, hát olyan te de. Vagy. Hát olyan Bucus volt, olyan volt, annyira olyan voltál, mint hogy mindig vagy, és akkor az így, nem tudom, néha jól esik, mert akkor talán van benne valami természetesség, vagy nem érzik azt, hogy mórikálom magam, hogy talán jól játszom, de néha meg úgy elszomorodom, hogy milyen jó lenne, hogyha a prób részletek is meg tudnának jelenni benne, hogyha nem csak ezt látnak, hanem azt mondanák, mert olyan is van, hogy azt most tök más voltál. Tehát, hogy te voltál, önmagad voltál, de mégis volt valami más személyiséget. Maska körül, tehát abszolút ilyen élményekének, és én sem tudom, hogy ez mikor kritika, mert mondjuk nem tudom, pingom sincs, hogy ez hogy lehet, figyelj, nem tudom. Hogy ez jó vagy rossz, de hát kérdés az, hogy az ember hogy tud úgy működni, nem? Tehát, hogy mert vannak ilyen, van, máshonnan közelítik az emberek, vagy színészek, de van, biztos vannak az alakváltók, és lehet, hogy ez érdekesebb, vagy nem tudom én. Ja, persze, igen. Például magam nem tartom ilyen alakváltónak, vagy nem tudom minek, vagy... Tehát szerintem én is megpróbálom mindig magamra húzni, nem szándékosan, vagy tudatosan, hogy akkor most azon, hogy nem tudom én, mi Kardos Robi is lesz, azt mondom, Kardos Robi is még hülyeséget. De hát, ha nem így jön ki. Néha megkapom ezt, igen. Igen, meg egyébként változó, hát általában az ember, én is inkább azért inkább magamból is, hogy ilyen karakterszínész, de ezt olyan fura kimondani, mert közben meg... Karakterszínész. Igen, hogy karakterszínész. Tehát, hogy én is általában önmagamból fogalmazom, próbálom úgy fogalmazni a dolgokat, önmagamból fogalmazom, de például van egy ember, akinek nagyon adok a véleményére a színházban, és emlékszem, hogy amikor csináltuk mi a Hóhérókat, akkor én abban 60-as évek végén játszolik angol pubban, ilyen sárga inkben, zöld zakóban és ilyen barna nadrágban Bill voltam, azt hiszem Bill, most írtam, nem emlékszem rá, bár ittam, nem tudom. Nem és ilyen ferdes sapkába álltam, és akkor meg számomra, tehát az nem szoktam ilyeneket csinálni, de ilyen nagyon erős karakter volt. Ó, igen, persze, Harry! És ilyen észre durva dolgokat csináltam, mindegy furcsa dolgokat, és mindig volt bennem egy ilyen, amikor találkoztam ezzel a kollégámmal, egy színházi munkatársa, hogy akkor mond valamit általában a szerepeimre, hát jó volt, jó, mondjuk rá, hát ott talán ez lehetne, az lehetne, és annyira meglepő volt, hogy erre a szerepre, akkor azt hittem, hogy ezt úgymond egy inkább technikai dolog, ugye, arra mondta, hogy elképesztő pillanatokat láttam, ott annyira jó volt az, ahogy figyeltél, annyira tetszettek azok a csöndek, ahogy gondolgatta, hogy figyeltelek így külön, és így, ezt én például nem vettem ott észre. Azt úgy érezted, hogy figurázol. Én meg azt éreztem, igen, hogy akkor, hogy sok mindenre gondoltam, de jól esett minden esetre, csak furcsa volt, hogy ebben a szerepben dicsért meg így akkor. Na mindegy, csak ez érdekes volt. Vagy a legjobban. Nem tudom, ez hogy van. Tényleg nem tudom. Csinál még egy felest, nem tudom, ez hogy van, de... Nem tudom, nekem leginkább olyan érzésem van, de aztán már ne beszéljünk, de hogy én tulajdonképpen nem tudok a mai napig erről az egész semmit. Én valószínűleg tényleg úgy is van, de tényleg nem. Amelyek vannak előnyei, például azt, mondod azt, hogy úgy is van, vagy úgy értem, hogy? Mint hogyha, mert közben, csak akarom mondani, most ez egy milyen mondat, de a Robi nagyon jó színész szerintem, én nagyon szeretem, ahogy játszol, de tényleg őszintén mondom, és nagyon jó ember vagy. Ezt akartam mondani az elején még, bocsánat, hogy azért is akartam hívni a Robit, mert az egy dolog, hogy jó színész, de az volt a legfontosabb nekem, hogy olyan embert hívek, akit jó embernek tartok. Neked nem tartozom. Neked nem tartozom neked. Nem, de tényleg szerintem nagyon sokat számít. Nem tudom, az utóbbi időben megtapasztaltam azt, hogy nagyon jó dolog, és hallunk ezernyi sztorit nagyon nagy színészekről, korábbról is, de mostanában is, hogy mennyire jó színészek is. De hát mindegy, nagyon elviselhetetlen volt vele a munka, nem bírtam, de amúgy meg olyan mindegy, mert annyira fantasztikus színész. Mondja, ez Isten beleszólja. Nem, de tényleg, és akkor már kicsit úgy vagyok ezzel, hogy
hogy nem annyira érdekel, tehát akármennyire jó szerint, inkább legyen jobb ember, vagy legyen vele jó a munka, tehát hogy élvezzem, mert ha elviselhetetlen, akkor inkább feladom, vagy nem tudom. Nem is azt, hogy feladom, de akkor nem tudom, számomra az nem előny, hogyha valaki annyira jó szerint, de egyébként elviselhetetlen, ezt nem bírom. Na mindegy. Hát a közönség szempontjából, de... Hát a közönség persze... A közönség tök nem érdekel. Igen, milyen tudom. Nagy, egy csodálatos ember, és naponta 12,4 idős néni segít át a zebrán, de viszont ellenben csodálatos színész. Hát ez, de bizony, az szám. Figyelj, tulajdonképpen fel kell vinni a figyelmedet, hogy nagyon régen fogyasztottunk Zubrovkát. Igen. Jó, hát így ez lehet, hogy egyébként... Nem ellenzik, hogyha iszunk Zubrovkát, mert... Igazából nem tudom, mikor ittam két felest egymás után. Mocskosul örülök, hogy beszélgetünk a Bélával, és mindenket rettenetesen fostunk, hogy miről fogunk beszélni. Tényleg igen, az ember izgul, mert hát mégiscsak színészként akkor ott a színpadon tudod a szöveget. Tényleg az abszurditás, hogy szerintem, figyelj, tényleg most már, de van valami jó rezonancia közöttünk, hogy így, de nem járunk össze, vagy nem tudom micsoda, csak éppen nem köpködjük egymást. Igen. Na, úgyhogy ez marha jó, hogy itt együtt vagyunk, és hát, hogy önök is itt vannak, az nekülön nagyszerűség. Úgyhogy istenetesen. Na, hát akkor. Úgyhogy... Igen, beugrott most. Ja, egy darab. Egyébként most, hogy pont említetted, darabokat meg, hogy ami hasonlóság, hogy eszembe jutott, hogy ugye, amit említettél még korábban, hogy egyébként pont ugye azt a szerepet játszottuk. Igen. Te se láttál engem, és se láttál a téged. Élőben nem láttalak. De felvételt megnéztem mindig. Tényleg? Igen, igen. Hát nem az egészet, csak amit így föllelted le. Mert nem voltam. Nem. Hát csak az itt tekertem. De azért állj meg a mellett, egészet nem néztem. Mégis, de ez a terror. Terror, igen. A terror című. Ferdinand von Schirettől, ami... amit a kamerában játszottuk, mi aztán átosztuk a nagy. Nem játszottuk, de már játszok még. Jó, szóval most nem játszottuk a Covid miatt, de szerintem azt a vágóképnek azt mondjuk. És játszottuk még, ugye? Igen, játszunk, igen. Jó. Úgyhogy azt majd átosztuk, azt majd folytatjuk. De az nagyon hát ez ennyi volt. Nem, csak először, hogy a Bigler ügyet. De azt szeretted? Tökre, de nektek akkor nem volt, mert akkor levette, akkor ti már nem játszatok. Mit mondasz? Ti már nem játszátok. Hát nem játszunk. Na, de ez egy másik, hogy ezt nem fájl, hanem mi a topik lehetne a Tatabányai színészi élet. Tehát játszottunk belőle szerintem 10-t vagy 12-t, mert egyszerűen Tatabányán ennyi bérlet van, ilyen helyzet, és ez is egy óriási előrelépés. Egyébként remek közönségünk van, bocs. Tehát ezt így ezt muszáj elmondani. Na de miért kell beszélni hosszan? Nem csak kérdeztem, hogy hosszan. A terrorról beszéljünk hosszan. Nem. Ez a jó terror, hogy lelődik az embereket meg bele. Nem, nem, hát, nem hogy, csak, hogy mi volt szerepel. Jó, tök izgalmas projekt volt, egy jó hideg-rideg, de azért néha érzelmes német darab. Miről kell beszélni? De még? Már nem, csak eszembe jutott, hogy... Ugyanaz a szerepet az ügyvéd. Igen, csak ennyi, mint hasonlóságban. Én mondtam egyszer a Bucinak, hogy tökre büszke vagyok, vagy érdekes dolog, hogy összesen ketten játszottuk az országban azt a szerepet, azért nem sok nem sok igen, szerep van. Úgyhogy most el is mondjuk az egész darabot, nem. Mi egyébként most már... Az az ember még nem született meg, akinek én most elmondom azt a darabot. Nem, te magad is tudod, hogy 8 oldalas monológ van benne. Igen, de egyébként nem tudom, lehet, hogy nekünk talán röviden, vagy nem tudom, az elején van 1-2-3 oldal, a végén van 4-5 oldal, jó, hát végül is általában vagyok. Akkor meghúztátok? Szerintem biztos meg is lett húzva, meg például az pont az előadás csak az izgalomra jutott. Na, onnan jutott eszembe, igen, amikor hogy most itt ültünk, és így a lámpák miatt is izzad az ember, meg egy kicsit izgul is, bár most már nem annyira, hogy most így már még picit iszom. Nem, csak hogy ott például nekem minden előadás egy ilyen terror. Tehát én arra, na, ezt mondtam például egyébként, emiatt is kezdtem el, bocsánat, csapongok. Tehát azért akartam terrort mondani, mert erről eszembe jutott egy történet, amit mondtam neked, hogy majd elmondom, mert te nem hallottad, meg gondolom talán a nézők sem, hogy volt, amikor elaludtam. Ezt a sztorit csak nem meséltem, hogy a terrort játszottuk, ezt elmondom, szerintem tök vicces, és pont forgattunk előző éjszaka, és keveset aludtam, vagy lehet, hogy éjszaka, és reggel volt olvasópróba, és egy 2-3 órát aludtam, hazamentem 2-kor, és akkor este játszottuk, és azt tudni kell, hogy ez az előadás amiatt is volt para nekünk a kamrában, mert a nézők végig fényben voltak, meg vannak is, és mi bemikroportozva, öltöny,
folyamatos ez a jogi szöveg, az ember mondja előtte, nagyon izgult, a premiéren eleve izgul az ember, ez a, nekünk ott a 7.-8. előadás lehetett, ez pár éve volt. És akkor olvasópróba után hazamentem, egy kicsit aludjak, de lenémítottam, hogy ne hívjanak fel, és akkor az történt, hogy fölkelek, és már sötét van. És mondom, úristen, forgatok, jaj, de sötét van, de reggel van, ja nem, amikor az ember nem tudja, már ugye átterítettek az órát, már sötét van, már 5-kor, november 6-án volt, igen, emlékszem rá, és ezt az órát is láttam, hogy 18.57, és egy 17 nem fogadott hívás. Azt a úristen, fölugrottam a sokatyámat, tényleg az volt, hogy csak a nadrágomat húztam fel, egy inget, és így vagytam a lámpát, de tényleg, mint a filmekben, becsaptam az ajtót, lefelé húztam fel a nadrágomat a lépcsőházba, megyek ki, és akkor hívtam a taxit, hogy bocsánat, színész vagyok, és akkor egy taxit küldjenek, mert be kell érnem az előadásra. Akkor közben fölhívtam az asszisztens lányt, hogy mondta, hogy már elindultak felém, mert az történt, hogy itt vártak rám, hívtak, nem tudták, hogy hol vagyok, és csak a Lehel tudta, aki a tanú bennem, egyébként egy pilótát játszik, tehát egy katonai egyenruhában van, és akkor mondták a nézőknek a kamrában, egy kis technikai probléma van, látták, hogy a főszereplő megy ki a lépcsőn, megy fölfelé, megy ki, mi lett a technikai probléma, lement ki, és én lerontam az utcára, akkor mondta nekem a Judit, Gerlucz Judit asszisztens, hogy akkor fog menni egy taxiért, ott ül a Lehel. És jött egy taxi, még nem is voltam magamnál, az arcom ilyen volt, és láttam, hogy a Lehel ott ül az agyósülésen ilyen katonirában, beugrottam hátra, igen, és ott ült, csak egy kabát volt rajta. Beugrottam hátra, mellettem jött egy srác, aki segített, aki fizette a tagot, nem is láttam semmit. Mondom, baszd, Lehel, elaludtam. Lehel annyit mondott, hogy mondd el a szöveget. Mondom, jó, egyáltalán nem tudtam elmondani, volt 5 perc, amíg beértünk, mindegy. Közben ilyenkor mindig az van, hogy előttem az előadás előtt, hátul, Tandival állunk, gondolkodunk, koncentrálunk, jó, akkor a szöveg, nehogy elroncsom, jó, végül is ott a szöveg, de hát ilyen közel vannak a nézők, és hát az a borzasztó, amit említettem az elején, minden nézőt lehet látni, tehát igazából mindenkinek látod az arcát. Ott ültöd el, hogy vagy ez van, vagy unatkozik, vagy nézi az órája, vagy bármi, vagy suttog, sutyorog, vagy ott, amikor egy nénike nagyon beszólt, igen, annyira átélte az egészet, és akkor rászólt a kis Esztermin bíró, hogy köszönjük, egy kicsit maradjon csendben. Tehát annyira interaktív ebből a szempontból, hogy nem kommunikálnak velünk, de hát minden rezdüléseket. Tényleg mindent volt, amikor vannak ilyen sötétek benne, sötét volt, felment a fény, és akkor ettől egy pár itt csókolózott oldalt. Gyorsan összekapták magukat, mindent látok. De és akkor beértünk 7:20-ra, lerohantam gyorsan, akartam egy kávét, jobb ilyen, nyugi, jó, oké, felmegy a fény, bemegyünk a színpadon, és ilyen sötétben bemegyünk, gépzaj, fény. Lász Koch, a 13.-7. felvételi bíróság, nem tudom, megkezdjük az ítéletet, és így állok, és azt se tudtam, hol vagyok. Lehel háttal ül a nézőknek, leült. Nézettem, én leültem, én ilyen arccal voltam, de tényleg ilyen, tehát most keltem föl egy 20 perccel, és akkor az ügyvéd, és az az első mondatom, hogy elkezdem mondani, hogy az ügyvéde munkaadója, a német hadsereg megvárja a döntéssel az eljárás kimenetelét, ezt most pont tudom. És mondtam, hogy az ügyvéde munkaadója, német, te kezdtek köhögni, Leheli röhög, attól ő néz rám, bocsánat, az ügyvéde munkaadója, elmondtam az első monológot, egyáltalán nem emlékeztem rá. De beszélek, lementem, elmondtam, jó, leültem, oldalra fordulok, de fél óráig nem beszélek, hallgatom a Rajkait, és így közben esett le, hogy én a színpadon vagyok. De tényleg, mert amikor az ember kóma, tényleg felkelték, és akkor hogy mi van, és utána 20 percig nem tudod, hol vagy, és így nézem a Lehelt, és szépen, hogy ereszkedett egy a bőröm, kezdtem jobban lenni, és mondtam, úristen, én nem vagyok a színházban. Tehát itt vagyok egy előadáson, és akkor nem volt időm már idegeskedni amiatt, és az volt a vicces, hogy találkoztam utána a Gáborral. Csinálsz? Ez, jó, bocsánat, ez csak víz. Ja, jó. Én azt hittem, hogy vizet hittem mi. Ne haragudj. Mindjárt vége, bocsánat, hogy ilyen sokat beszélek. És találkoztam a jellemed. Találkoztam a Gáborral, és mondtam neki, hogy hát igen, hallottad? Hát igen. Így szólt az ember az előadójától, amikor elalszik előadáson. Hallottad? Így szólsz, milyen jó sztori. Nem az volt, nem tudtam, hogy nem olyan vicces, csak nem mertem így elkezdeni. Azt gondoltam, hogy nem mondom neki 2 nap múlva, hogy hú, hát elaludtam, képzel, tudtam, hogy hallotta. Gondoltam, hogy hát hallottad, ugye? És akkor én még próbáltam, hogy viccesen, ja, hallottam, igen, hát igen, ez komoly. Hát de mondom, akkor úgyis valahogy be lehetett volna tenni, nem később, 2 héttel később, vagy 1 hónap, vagy valami, de most már 2 hónapra előre tudjuk, hogy mikor mit játszom, és már tudom, október végén mit játszom. És mondta Gábor, hát ezt nem biztos, hogy be tudtuk volna tenni, mert lehet, hogy akkor elcsúszik, hogy bármi vagy, akkor lehet, hogy ki kellett volna fizetni az előadást. És így mondta nekem, mondom, hú, az jó, nem tudom, lehet, hogy 500 000 forint lett volna. Nem, jó, azért tudta csak a Lehel, mert ő tudta egyedül, hogy hol lakom. Felhívták a barátomat, hogy hol a Béla. A Viktor barátomat, akiről beszélni, nem tudom, a gyerekemet fürdettem, nem tudom, hol van. Tehát akkor több embert felhívtak. És akkor kaptam egy hónap múlva egy ilyen papírt, egy ilyen e-mailt, igazából, hogy akkor mégiscsak később érkeztem be. Ha 5 perccel később érkezem egyébként, akkor már megkérdezik a nézőket, hogy és ki mit fogyaszt. És akkor már jönnek a pezsgők, mindent, na azt én álltam volna, hogy még időn belül voltam, azt még nem kellett kifizetnem, de akkor valamit kellett fizetnem valamit, és akkor én ezt december 6-án kaptam,
És akkor visszajöttem, hogy szép Mikulást kívánok. Azért rohadtul meg kell gondolni az ember, hol szerződik, mert ugye még ugyanez a Vígszínházban besikerül egy ilyen dolog. Egyébként ezt hallottam. És 1200 nézővel az nem ugyanaz. Na. Ezt amúgy hallottam, hogy a Revicskivel történt, ha nem így van, akkor bocsánat, de én azt hallottam, hogy ő nem biztos, hogy ez volt, csak na, megint, hogy hány ember ment át, de hogy ő valahol horgászott, hogy hol, nem tudom, és akkor nem volt az meg, ami egy millió valamennyi, nem tudom. Tehát, hogy itt, mert csak eszem jutott a terrorról, hogy ez például nekem. Nem, mennyi egy jegy a Vígben mondjuk körülbelül, megyünk egy átlagot, itt 3000 forint, na az 1200-vel. Igen, vagy még lehet, hogy gondolom azért biztos több is. Nem, már... hogy ez mennyire... tudott dolog, vagy mennyire köztudomású, de az a nagy büdös helyzet, hogyha egy színész miatt a saját hibájából elmarad egy előadás, akkor kifizeti a házat. De lehet, hogy ezt nem tudják, lehet, hogy nem. Ezért van para, amikor hat úgy, után nagyon látom, kemény. Hogy, amikor látom, hogy hívnak, nem játszom, és látom, hogy hat után hívnak a titkársága, hogy úristen. És mondom, igen, nem játszom, ugye, nem játszom, csak amiatt hívnak, és ja, jó. És mondjuk, hogy Vörösváron vagyok otthon. Mondom, Jézusom, csak nem. Figyelj, és nagyon nehéz leutazni. Most ez csak egy kérdés. Igen, nem tudom, hogy... Igen, a szívás. Minden tök jó. Most a Béla barátom, igen, bocsánat. Béla barátom meg azt kérdezi, hogy nehéz-e a Budapesttől 60 kilométerre, 48 kilométerre lévő Tatabányára eljutni reggel. Minden reggel megérkezni, próbálni, és a szerk. Hazamenni. Igen. Következő téma. Mindig hosszú próbák vannak, ugye? Igen. Hát az miatt, hogyha tulajdonképpen, ha valaki Tatabányán dolgozik, de pesti illetőségű, akkor ezt kimaxoltam a távolságot, mert én Pest keleti szélén lakom, ugye, és akkor ez van. Igen. Hol? Az nem jó. Rákosligeten. Rákosligeten? Mert? Mert úgy emlékszem, hogy pont ma bringáztam el mellette. De ez Rákosligeten mellett volt. Nem, az nem úgy, csak az Rákos rendező volt, rájöttem. Csak a fociztam a reggel is mentem át, Rákos rendező volt, bocsánat. Hát ja, ott. Ja, ez benne a feneség, a távolság. Ami ott van, az már tök jó. Az rendben van. Én nagyon hosszan igyekeztem győzködni az én igazgatómat, hogy lehet, hogy egy kicsit macerás, vagy egy kicsit több szervezést igényel, de mi lenne ez a színház a Blahalúza téren lenne? Igen. Tehát én elképzeltem, hogy a műszak... Ha kell, akkor vonjanak le a színészek béréből, én belemegyek, és kicsit korábban kelljen, és reggel hozzák föl a színházat a srácok, igen, és valahogy kicsit, úgy... Kicsit korábban. Mit? Összestifterik valahogy reggel a Blahán vagyok, a Városligetben, a Népligetben, valami ilyen. Ja, igen. Azt szokták mondani egyébként, valaki azt mondta, azt szokták mondani, ez a veszélyes dolog, ez a, azt szoktam mondani ilyenkor, hogy ezt nem, de hogy az ember a boldogság egyik valamis mérve vagy alapfeltétele, hogy az embernek a munkahelye ne legyen 30 percnél messzebb a lakóhelyétől. Hát nekem valahonnan máshonnan kell visszapótolnom a boldogság forrását. Hát igen. Mert ez nem adott, de becsület úristenemre mondom, hogy ezen kívül tök jó minden. Tök jó. Nekem jó, egyébként 12 percen volt a Katona, mondjuk most is 12 percen van kb, mert a... Bocs, biciklivel. Semmi. Ja. 20-szal vagyunk 15 lenne, igen. Mert még kombinált bérletet sem kell menni. Igen. Villányi úton laktam, onnan mondtam be azt 12 percet, most meg már melyik Hartligetné lakom, úgyhogy... Azon nem is tök jó. Ebből a szempontból jó. Ebből is jó. Amúgy is tök jó itt, de... De ez egyébként már saját lakásod? Vagy... Nem, csak most odaköltöztem barátnőmhöz. És úgy mondom neki, hogy beszélgetik, nem tudott, hogy ki. Hát hajnak ez. De hiszem, most a konyhádban vagyunk, tehát így. Igen, tényleg persze. Egyébként eszembe jutott, azt beszéltünk erről, hogy miről beszélnénk tényleg, ha azt mondanak, hogy ti ketten dumáltok, lazán, amit pont megkérdezni. Uff, tehát az kicsit más lenne. Elkezdődik egy tök konkrétan a dolgok. De ne legyen. Fizetésed egyébként, hogy nem tudod, hogy ilyenekről beszélünk, amit általában nem beszélünk. Pont tök jól megélek belőle. De egyébként, igen, ha már így válaszoltál. Pont tök jól megélek belőle. Hát, hogy is mondjam, csak tudnám fokozni. De hát ez... Mint drága Bány János, ezt szoktuk mondani. Igen, most tényleg kesergés, írás, hívás, hát leszámítva azokat, akik rohassokat keresnek, mindenki keveset keres. Hát de kevesen foglalkozhatnak azzal, amit szívesen csinálnak. Bocsánat, ja. Ugye egyik téma a másik után, hogy 2011-ben született gyermeket. Hogy mondj már róla, kérlek valamit, mert nem tudok semmit, nem csak még korábban hallottam, de hogy kisfiú. Igen, Daninak hívják. Dani. 2011. március 1-én született. Ja, ő. Úgyhogy mérhetetlen boldogságom és büszkeségem ő.
akkor, amikor már tulajdonképpen egy picit azt hittem, hogy lehet, hogy nekem ez, hogy ő nem is lesz az életemben. Mm. Tökre azt hittem, hát már 41 éves voltam. Érdekes, mert a Varjú Olgi kolléganőmmel a Bárkában nagyon sokat beszélgettünk, meg sokat utazgattunk együtt, és akkor egy csomószor valahogy ez szóba került, hogy gyerekre, nem tudom, és mindig mondogatta, hogy de, hogy én milyen jó apuka leszek, szerintem, meg hogy én jó nem. Mondom, jó. És mondtam neki, hogy de valahogy hát nem jött össze valahogy, nem akart ő lenni. Mondtam, hogy majd ha akar lenni, nem vagyok nagyon-nagyon klerikális, meg végképpen nem. Na jó, ez egy másik topik. De ha majd küldik, úgy gondoltam ekkor a dologra, ha majd küldik, akkor majd ő lesz egy erre, úgy néz ki, hogy nem küldik. Aztán hála a nagyon jó Istennek, hát és akkor nagyjából ezért ez a kör, ez be is zárul. Küldték 11-ben. És most akkor negyedikes iskolás. És ő most negyedikes. És hát nincsen szerintem csodálatosabb dolog. Ja. Hát igazából, igen, nem ilyet is kérdeztem én, ugye, mert nekem nincsen egyébként gyerekem. Nem, jó, tehát, na, szóval nem, csak, mert hogy ja. 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 Nagyon jó srác. Csak azért hímezek, hámozok, mert ugyanakkor meg a rosszul vagyok, amikor mindenki bele van állva a saját gyerekébe, és jaj, te a Zsuzsóka, azt jaj, te nem tudod elképzelni, hát így mászik a mászókára, és így bringázik, és te, hát szóval úgy pofozó osztálytársait, amik senki. Te rosszul vagy gyakorlatilag. Úgyhogy miközben egyébként nyilván a lelkemfenekén tökre megértem, és mikor olyan helyzetbe kerülök, mint például most, hogy akkor így zavarba vagyok, hogy nem szeretnék azoknak a ilyen öngyermek imádó apuk. A lényeg az, hogy van egy csodálatos fiam, egy hála a jó Istennek, az égnek, vagy nem tudom meg, aki úrva jó csávó. És most kire hasonlít ő? Jobban rád, vagy ne te a feleséged, vagy? Van ez, nem tudom, általában hát nagyon jó, nyilván, hát én azt szeretném, hogyha ha mind a kettőnkből a jó dolgokat kapta volna meg. Erre kevés esélyt látok, mert bennem nagyon sok rossz van, tehát így. Úgyhogy... Mondod egyébként tényleg, egy csomószor mondod azt, hogy nem, nekem nem vagyok... Igen, önmarcangoló. Az vagy, nem? Mert mondod, hogy meg ezt is kérdezted, amikor mondtam, hogy tök jól, hogyha beszélgetnénk. Jó, de most miért? Hát most nem ismernek úgy, mert most nem olyan lényeges, hogy itt vagy. Tehát, hogy ilyen, ez van, mindig a háttérben. De hogy ezt te mindig érezted, hogy ilyen voltál mindig, aki inkább a háttérben húzódott? Mert olyan vagy, olyannak tűnsz, hogy nem, ne legyen úgy rólam szó. Inkább csak én bizalom. Tehát inkább talán ez lehet az oka. Ez hülyeség, hogy B-terv, vagy egyetem volt bármilyen terv az életedben, nem. Ahhoz képest, hogy színész lettél? Nem. Vagy ez egy, hogy az anyám alakult ki, hogy én... Na, megint belenyújtam a mikro. Nos, Béla, hogy az hogy alakult? Szóval, hogy lett ez? Vagy volt-e B-terv, vagy más akartál lenni, vagy meg ez a kérdés? Nem, tizenévesen még nem tudtam, azt gondoltam, de jó verseket mondani. Ilyen Kazinci versenyre elmentem, és akkor kaptam többször egy jégkrémet, vagy ilyen zseppénzt, anyám még tudom, amikor elmondtam valamit, nem tudom, de nem amiatt csináltam, csak ez is tök jó volt, hogy emlékszem rá, hogy az is egy erő volt, tudod, ahhoz, egy ilyen... Szóval megszerettem, és akkor jártam stúdiókba, 12-13 évesen, nagyon sok stúdióba jártam, ezt nagyon köszönöm apámnak, de tényleg, hogy annyi mindenhova elvitt, mindig aztán jött értem itt. És a nővérem is, egyébként most derült fény erre, egy-két hónapja kérdeztem rá, vagy lehet, hogy éve, hogy a nővéremmel beszélgettem, és mondta, hogy amúgy ő akart először menni ilyen stúdiókba. Tehát ő velem jött, és igazából így elkísértem, aztán az látta, hogy már nem érdekelte, és akkor elkezdtem járni. És akkor elmentem a Katona József gimnáziumba, szemtom például, oda jártam gimnáziumba, meg egyébként a Katona József utcában is laktam, szépen. Jó, én meg a Vas utcában születtem. Tényleg? Ahol a főiskola van. Igen. De csak mondom. És a főiskolán a színpadon. Főiskolán születtem. A színpadon születtem. Igen, már akkor ő vonzott az ilyen. Nem, szóval, hogy három házszám hal arrébb. Jó, a kórházban akkor, nem? Ott a kórházban. De egyébként... Mondtam, hogy a kórházban. Honnan tudta a Ford felügyelő? A rókus kórház azon, nem? Igen, nem. Amennyit tudom, édesem, volt egy ideája, hogy az aszfalton szüljön, de aztán ettől elállt. Igor is sejtettem, gondoltam, hogy nem az ott. Na jó, ott hagytam. Tehát Vas utcában. Katona József színházban születtél. És akkor elmentem a gimnáziumba,
És akkor utána meg az volt, hogy fiatalnak éreztem magam. Tényleg, 17 évesen érettségiztem. Hiszen akkor még fiatal volt. Fiatal voltam, igen. És azt gondoltam, hogy hát most még fiatal vagyok a színműhöz, nem merem még megpróbálni. Tényleg, nem is az emberem, még fiatal vagyok hozzá. Azt gondoltam, most voltam, most leszek csak 18, vagy nyár végén. És akkor ott maradtam egy felsőfokú ügyintéző titkári szakon. 2 évet maradtam volna, de csak egy évet hol maradtam. Volt, bocsánat, mert... Morbid, mi? Vagy fura. De nem, de hol, ez hol volt? Ez ott a színház. Ott a színház. Mindenki tudja, csak én nem. Ott a középiskola indított egy ilyen szakot. Aha. Felsőfokú ügyintéző titkári szak. És akkor én gondoltam, hogy ott maradok. És viszont hát jogi meg gazdasági ismereteket is tanultam, aminek nem sok értem, nem emlékszem rá, de megtanultam gépírni, tehát tudok vakon, az tök jó ebből a szempontból. Aztán. Gyorsírni is megtanultam, de ezt már elfelejtettem. És akkor ott maradtam egy évet, és utána felvételiztem a színműre, akkor nem vettek fel először, és akkor másodszorra vettek fel. Elmentem az Új Színházba egy évre, ott voltam stúdiós. Nemzetibe is felvettek, meg az Új Színházba is, a stúdióba, csak akkor ott a Kelemen László társulat az Új Színházba. Igen. Hétlénkkel, Csámpi, meg a Pérés is, és akkor azóta oda megyek mindenképpen, mert szeretem őket, és akkor ott voltam egy évet, és aztán felvételiztem másodszor, és akkor vettek fel. Akkor vett fel a Gábor. És ott voltam 4 évet, ugye akkor még főiskola volt. Nem volt időt, emlékszem egy dologra, hogy lehet, hogy akkor, amikor már még nem tudtam, hogy mit csináljuk, és mentem ebbe a titkárnőképző, a barát mindig ezt mondják, hogy titkárnőképzőben voltál, nem? Tehát igen, titkárnőképző, most így mondom. Akkor volt az, hogy valami volt Express újság régen. Igen, akkor, hirdetés. És akkor igen, lehet, hogy most azt hiszem, ugyanott rabat eladó. És akkor igen, és akkor emlékszem, hogy nyáron ott bent, ott mentem volna kifocizni, és apám mondta nekem, azért ezt odaadom neked, kezdél olvasgatni, hogy azért valami, hogy kell dolgozni, hogyha mégse sikerül. És mondta, úristen, tényleg. És akkor én nézegettem, és akkor ott mégis nem kellett, mert először volt az Új Színház, aztán. Úgyhogy nem tudom, én nem tudom, mit csinálnék, hogyha nem ez lenne. Biztos, mert valamit feltalálnám magamat, de nem tudom. Szóval nem volt nekem. Mi neked volt? B-terv. Nekem semmilyen tervem nem volt. Én gyakorlatilag így sodródtam ebbe a dologba. Tehát összeteszem a két kezem, hogy valahogy a szél elég fújt a stúdiós felvételi dolgot, ja. Meg aztán sok minden mást. Mert én az a kamasz gyerek voltam, akinek, és már nem is annyira nagyon kamasz, akinek halványlilag dunsztjelen volt, hogy mit akar csinálni. Ha, nem tudom, én tanítóképző főiskolára jártam. De oda is csak azért vettek fel, mert fiú vagyok. De akkor ez egy szempont volt. Mert szüleid akarták, vagy akkor oda mentél? A szüleim az égre világon semmire nem presszionáltak. Osztok jól engem sem. Iszonyatos jó fejek voltak ebben is és másban is. Semmilyen nyomasztán, nem, majd én megoldom, gondolom, nem, fogalmam sincs. Ez hogy volt akkor, lövésem nincsen. És itt valóban ez a véletlenszerű impulzus, hogy újsághirdetésre valahogy elmentem, és oda kerültem egy színházhoz, és akkor valahogy ott azt éreztem, hogy úgy otthonabb vagyok, mint bárhol máshol addig. De ez még mindig nem volt azonos az egyfajta az elhatározással, vagy valamilyen pályaképpel, vagy céltudatossággal, vagy vettem művel. Nem tudom. Persze, hogy akkor fölvettek a főiskolára. És valahogy ez a pöf, ez az impulzus kellett ahhoz. Egyetlen fölfogjam, hogy próbáljam egy picit komolyabban gondolni erre a dologra. Tehát ez így aranyos, hogy így el vagyunk, meg így stúdiós, meg csinálunk vizsgákat, és így vitt a lendület, meg nem tudom mi. És előadásokban így el vagyunk, hogy nyilván semmilyen jelentősebb feladatot nem kap egy stúdiós egy előadásban. És ez a pöf, ez hozzásegített ahhoz, hogy végül akkor lett bennem olyan elszánás, vagy olyan plusz energia. Talán ezt vették akkor észre, vagy nem jelentkeztünk elegen, és akkor még pont befértem, nem tudom, hogy fölvettek. Hogy sietünk ilyen mélyre, hogy erről beszélünk? Ilyen mélyre? Végülis ezt csinálni. És a főiskola jó volt neked? Szerettem. Nagyon. Te is? Nagyon. Nagyon. Nagyon-nagyon szerettem. Nagyon. Tehát az... Minden este. Én azóta is úgy élem meg az életemet, hogy csak úgy történnek velem a dolgok. Nagyon kevés dolgot tudok én szerintem így irányítani. Tehát vagy kevés olyan dologról van olyan élményem, vagy olyan emlékem, amiről azt mondom, na ezt elterveztem, hogy úgy legyen, és én oda akartam eljutni, hogy, és azért nincs ilyen. Alföldi Robi volt az igazgató, éppen a Bárka Színháza, megkérdezte egyszer tőlem, valószínűleg nem sokszor kérdezni meg az ember igazgató,
van-e szerepálmod? Gondoltam, hogy ebből az alkalomból egy általam tisztelt és szeretett embernek nem fogok hazudni, úgyhogy mondtam, hogy nincs. Azt mondta, hogy jó van. Jó van? Ez így rendben van? Jó van. Nem tudtam akkor. Ez az. Nem kell gondolni. Hűdjétek be a Lacit. Nem ez lett egyébként, de nincs. Te normálisan egy színésznek koncentráltan kéne lenni, és emlékezni az előző három mondatára. De nem. Nekem sincs szerepem. Nagyon-nagyon lendületesen mondtam egyébként valami fasságot. Nem, miért mondta fasságot, de hogy is. Nem? Nincs szerepálmod. De ez jó hír, ez önmagában is jó hír. Akkor már csak az a kérdés, hogy mi volt az? Nincs szerepálmod. Nincs szerepálmod. Beszéltél, és még én beszéltem a Covidról, hogy nem emlékszem dolgokra. Te voltál amúgy? Átestél rajta? Nem. Hú. Nem. Ezt a te rajta. Nem, nagyon remélem, hogy nem. Örülök neki, hogy jó lesz is egészséges. Ja, nem, a főiskoláról beszéltünk, csak az a kérdés, hogy milyen összefüggés. Jó voltál, csak hogy jó voltál. Jó, hát persze. Igen, nem, tudom, a céltudatosság, meg az hogy van-e eltervezettség, van-e pályakép, nincs. Tehát nem volt soha, hát nagyon nagy hazugság lenne így, és hát ez nagy tiszteletlenség, például önök, és hát különösképpen veled szemben. Hogyha azt mondanám, hogy igen, és 12 évesen elterveztem, hogyha én 36 éves koromig nem vagyok Zuboly, akkor rohadjon meg mindenki. Nem, és dűljön össze a világ. Én voltam Zuboly. Nincs képzelben. Ilyen, viszont ezzel összefügg... Mit csinálsz? Elnézést, bocsánat, voltam Zuboly, pont. Akartam csak mondani, hogy szerettem. Még a főiskola mondjuk. Én is. Úgyhogy szerintem erre nyomjunk Zubrovkát. Akkor igazából... És még jó, hogy pont... Nagyon elfogadom, köszönöm. De csak nekem elég félig. Majdnem biciklivel jöttem, csak... Most egy virtuális töltés önöknek, mert te kisül a szemem kommentek. Tehát a helyzettől... Jó, oké, ez többet... Ez. És az üvegeket jól adnánk, akkor így... Ezt mondjuk. Viszont vigyek az... Így fölnyitjuk meg. Igazából akkor most... Igen. Mondjad, nem, csak mondjam, még, már... még egy nagyon igen. Picit még él bennem a kis halvány szikrája, mint az a gyertyánk, hogy hát eszembe jut, amiről az előbb beszéltem. Ja. Tökéletes, mert mindig van egy vágás az elején, a műsorban, hogy összevegek, miről szólt. És ezt vágják, mert mindig, Jormi, miről beszéltem? Ő nem tudom. Miről beszéltem? Hát annak a vágónak a helyében nem lennék, aki ezt, majd, aki ezt összevágja. De hangmérnöknek sem, azt hiszem 12-szer baszkurálom ezt a helyzetét. Szóval, mivel én nyitottam meg az estét? Nincsen, az, hogy a lényeg az, hogy a részemről, mert ez egy Kardos Róbert retrospektív beszélgetés, hogy volt Robi című, hogy milyen volt a fősülő, hogy tök jó volt, mert mit tudom, de ott is sodródtam. Tehát összességében... Rettenetesen szerencsés embernek érzem magam. Komolyan, tök mákon volt. Tehát olyan, mintha én ilyen raftingolós lennék, akinek halvány finge sincsen, hogy kell evezni, és így leküldik az ausztriai hegyi patakon, és megúszza. Megúszta, hát azt hiszem, most már ennyi, tehát annyi munkaórán van benne, hogy kijelentettem, nem olyan értelemben megúszta, hogy nem csinál semmit, hanem szerencsém. Hiszen én rendkívül szerencsés embernek tartom magam ezen a pályán. Olyan például abban az összefüggésben is, hogy nem volt pályaképem. Mondtam, hogy nem, azt sem tudtam, mit csinálok, 20 évesen nem tudtam, és itt egy sodródtak, és abban is szerencsém volt, hogy milyen színházhoz kerültem. Miskolcon voltam főiskolában 2 évig, és aztán a Bárka Színházban, és aztán most Tatabány esetben. Mind azt gondolom, hogy szerencsés vagyok. De szerencsés vagyok abban is, hogy ilyen, tényleg ilyen virtigli faszkalap rendezők elkerültek. Aha. Szóval azt akartam mondani, bocs, nem baj, csak, hogy mi úgy beszéltünk, mint egy házigazda. Műsorunk első meg, részét igen, látták. Igen, nem, most 3 részes lesz. Most ez szünet, és még 2 részét. Milyen jó lenne amúgy. De akkor már tényleg lesz. Még úgy gondoltuk, hogy a következő rész egy szaunában játszik, és egy kicsit befűtenénk. Még amennyire meleg van itt. Nem, csak azt akartam mondani, hogy akkor kocintunk. Egészségedre. Egészségedre. Mégiscsak fejezzük, hogy köszönjük. Bocsánat. És hát végére jártunk a dolognak. Nem mondod. De mi folytatjuk, még úgyis még beszélgetünk. Ha van kedved még fönt. Behetjük a próbára a Gáborékhoz. És meg mi nem voltunk a fülön. Ja. Úgyhogy hát igazából, igen, sajnos most vége van. Szóval, hogy lehet? Igen, úgyhogy nagyon köszönjük
a figyelmet, és mindent köszönünk mindenkinek, meg hogy kibírták itt a melegben. Nagyon szépen, hogy ez egy elkérdés. Jó, ha jöjjön meg. Ja, igen, igen. Soha nem hallottam. Nem tudja valaki, hogy mennyi ideig lehet úgy hagyni egy teknőst? Bárki önök közül meg tudna írni egy olyan anyagot, hogy 12 percen lenne belőle stand-upból kiváló. A kérdés az nem az első 12 perc, hanem a következő. Én van egy kép, hogy én vagyok az apa, én vagyok igen, és amikor ott tartod a kezedben azt a pici gyereket, akkor azt mondod, hogy haza viszlek, felnevellek, és ezért... Snit? Snit, igen. Én szerintem nem kaptam volna ilyen szerepeket, sőt, lehet, hogy nem is lennék itt, hogyha ez nem történik meg az életemben. Hogy nem fogadom el azt, hogy kopaszok. De nem akartál színész lenni? De! De, csak aztán láttam közelről, hogy mit szenvedtek.